Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Az első osztályú városi kispályás labdarúgó bajnokság a héten befejeződött. A 24. fordulóból elmaradt három mérkőzés döntött a még kiadó negyedik kieső helyről. Miután a MÁV gépészet kikapott, így a Gallon Kft.-nek a bajnokság utolsó mérkőzésén már egy döntetlen is elég lett volna a bentmaradáshoz. Az ellenfél a Zöldkert 96 Kft. Együttese volt. A 24. fordulóból elmaradt találkozó is egyben a 2000-2001-es kispályás bajnokság záró mérkőzésén Gallon Kft. Zöldkert 96 Kft. Összecsapás. Rendkívül jelentőségű kiesési rangadó, ugyan a Zöldkert már kiesett az első osztályból, viszont a Gallon Kft.-nek még van esélye, hogy jövőre is az első osztály tagja legyen, hiszen neki már egy döntetlen is elég ahhoz, hogy ezt kiharcolja. Wieninger. Az őszi idényben a két együttes természetesen már találkozott egymással, akkor a Gallon Kft. Nyert 3-0-ra. Bencsik, a két Bencsik játszott össze, aztán Polákovics kapja, Bencsik Tibor a labdával, majd Stojanovics. Bencsik lábáról perdül ki. Vonnák érkezik a bedobáshoz, amit lábbal végezel, tehát ez már berúgás. A szó jó értelmében. Wieninger. Vonnák. Wieninger kapja vissza Stojanovicsal szemben, aztán Wieninger lövi el a félpálya közepéről a kapu fölé. Polákovics. Nagy. 20 szerelte. Polákovics szerzi vissza. Wieninger, fekszik a kapus, Lőve Gyula. Jó volt a lövés, Csanádi Ferenc lövése került el a kaput. Nem sokkal ment mellé. Bencsik kirúgása. Vonnák zárt el a labdától Stojanovicsot. Kim volt már a labda. Nagy. 20 szerelt. Stojanovics. Szép volt a kényszerítő. Ám picit hosszú. Nem érte el Slavisa Stojanovics. Vonnák. Wieninger kirúgja a labdát. Egyenlőre kapkodnak a játékosok, mindkét oldalon sok a hiba. Polákovics. Bencsik. Stojanovics. Nagy. Még mindig ül. Husz Károly támadja. Bencsik István. Bencsik Tibor pörgette fel. Husz. Jó elképzelés volt, ám Csanádig nem jutott el a labda. Polákovics. Nagy. Jól lövi el. Rizingernek kellett hárítania. Szögletett a dologból. A bal alsó sarok felé tartott a labda. Négy perc telt el a mérkőzésből. 0-0.
Bencsik István küldik le 2 percre a játékvezetők. Őszintén szóval nem tudom miért, talán szöveg miatt. Tehát 2 percig emberelőnyben a Gallon Kft. 20. Stojanovic. Wieninger szerelte. Bencsik. Csanádi támadja. Aztán odarúgott Bencsik Tibor lábára. Bencsik szabad rúgása levágódik. Aztán Vonnák vágta előre. Polákovics érkezik a kirúgáshoz. Lepcsényi, Wieninger. Üres volt előtte a terület, Wieninger lövésre vállalkozott, hanem lecsúszott a lábáról, így messze a kapu mellé. Lőtt. Stojanovic tartja a sarokban, aztán 20 próbálja szerelni, és most fújják le a játékvezetők. Szabad rúgás kifelé. Bencsik Tibor végezte el a szabadrúgást. Nagy Bélát kereste labdájával Stojanovic. Nagy. Stojanovic még egy csel. Aztán az utolsó pillanatban ért oda Vonnák, és tiszta szerelés volt. A labdát érte a becsúszó láb. A zöld ker végezhet el tehát szögletet. Mérkőzés 7. percében Rizinger fogja meg a labdát. Polákovics lőtt kapura, Wieninger 20, és Polákovics tisztáz, aki visszaérkezett időközben saját kapuja elé. 20 bedobása. Lepcsényi egyből a kapu fölé. Polákovics, Lepcsényi fejli vissza, Csanádi lőtt el aktában, nem nézett föl, hogy hol tartózkodik játékos társa. Nagy, Polákovics, Nagy kapja vissza, Lepcsényi mellett passzolta tovább, Stojanovichoz nem ért el a labda, aztán Csanádi lőtt távolról, nem sokkal ment mellé. Bencsik Tibor kirúgása. Kapura is veszélyes volt. Lepcsényi. Csanádi a vonal mellett. Wieninger talp alatt elcsúszik a labda. Bencsik. Időközben már kiegészült a zöldker gárdája. Nagy, Rizinger védlábbal Vonnák. Wieninger sívszó után elrúgta a labdát, ezért 2 perces kiállítást kapott. Tehát most a fekete-fehér csíkos mezes Gallon Kft. Játszik ember hátrányban 2 percig. 9. perc, 0-0 a mérkőzés állása. Polákovics.
Bencsik Tibor. Topolákovics ismét, aztán Bencsik kapja vissza. Stojanovics. Egy csel, Polákovics lőheti el. Elkerülte a kaput. Időközben Nagy kötötte a cipőfűzőjét. Erre kellett várni. Aztán Vonnák végzi el a kirúgást, Husz fejeli le, ám nem érkezett támadótárs. Nagy. Csanádi próbálta szerelni Vonnáknak, hogy némileg sikerült is, ám Nagy tovább tudta vinni a labdát. Husz. Csanádi, majd Bencsik lépett közbe, Stojanovics. Bencsik István. Középre passzol, aztán Nagy kezére pattan a labda. Kifelé jár a szabadrúgás. Rizinger lőtte előre a labdát. Céltalanul. Polákovics. Bencsik. Lassan lejár a két perces kiállítása a gallonnak. Bencsik István. Polákovics. Rizinger fogja a labdát. Csanádi. Rizinger vágja előre. Ám a gallon összes mezőny játékosa a saját tér felén. Nagy. Most egészülhet ki a Gallon Kft. Együttese. Stojanovics. Bencsik. Polákovics. Csanádi szerelt. Csanádi. Husz. Vonnák. Polákovics próbálta megszerezni a labdát. Még mindig ott a lehetőség, aztán Stojanovics szerelt. Stojanovics lövi el távolról, Rizinger fogja biztos kézzel a labdát. Husz, majd Vonnák a labda útja. Repcsényi kapta a labdát, ám messze pattant tőle. Csuti. Husz. Lepcsényi nem találta el. Lyukat rúgott. A gallon 7-es számú játékosa. Bencsik. Husz szerelte. Aztán Nagy lépett volna közbe. Stojanovics. Még tartja a labdát. 9-es vonalról lő a kapu fölé. Már kisodródott kissé a zöld kert csatára. 13 perc telt el a találkozóból, 0-0. Csuti. Bencsik szerelte, szabálytalanul. A gallon bedobása Csanádi fölé. Polákovics. Stojanovics lépte át, aztán Bencsik István perdítette fel magának a labdát, majd egyből lőtt a kapu mellé, mint egy 6 méterre. Lepcsényi, majd Vonnák a labdával, Polákovics. Nagy. Stojanovics. Csuti szerelte. Aztán ebből indulhat Csanádi.
nagy lépett közbe. Nem értették meg egymás családival. Stojanovic. Vonnány érkezett oda, aztán ketten is próbálják szerelni Stojanovicot, egyenlőre nem sikerül. Nagy Béla kapja, és az oldalhálót találja el. Nagy helyzet volt ez is, Vonnák. Bencsik István, aztán a kivetődő Vonnák, ott találja teliben Lepcsényi, kint van. Bencsik. Bencsik István. Nagy, mellé. Bencsik Tibor végezheti el a berúgást, aztán Lepcsényi szerzi meg, 20 teszi tovább, egészen az oldalvonalon túlra. Lőve. Stojanovic kézzel ért a labdába. Észrevették a sípmesterek. Lepcsényi, Csanádi két ember között vitte el, nem hosszan szoktette magát. Stojanovic. Polákovics. Bencsik István. Bencsik Tibor. Vonnák, Bencsik még, aztán Lepcsényi. Szerelt. Bencsik Tibor bedobása. Vonnák fejeli ki. Az oldalvonalon túlra. Polákovics. Egy lövőcsel, aztán abból próbált indulni. Szabó szerelte. Bencsik István érkezett vissza jókor. 20. 3 az egy ellen. 20 lövi el, és ott a vezető találat a 18. percben a galon megszerzi a vezetést 20 Károly révén. Lövése még megpattant Lőve Gyulán, ám a labda a hálóba vágódott. Bencsik István mellé. Tehát 18. percben járunk, és 20 Károly góljával 1-0-ra vezet a Gallon Kft., ami egyenlőre a bentmaradásukat eredményezheti. Szabó. Polákovics, Stojanovic. Szabó. Lepcsényi. Keresi az embert, ahova adhatná. A zöldkert portása Lőve Gyula dobta ki a labdát. Lepcsényi húzta vissza. Előre Szabó. Csutiról pattant ki a labda. Polákovics dobja haza, majd kapja vissza a játékszert. Bencsik. A másik oldalon is egy Bencsik. Szabó tartotta, fedezte a labdát. Lepcsényi. Véninger. Még megtartja. Némi szerencsével ugyan. Aztán kirúgja a labdát. Nagy.
Wieringer csapja be. Aztán Polákovics elől szerelt Suti. Szabó futhat a jobb oldalon, még beérte a vonal előtt. Aztán Lőve Gyulába lövi a labdát. 5 perc van még hátra az első fél időből, 1-0-ás Gallon vezetés. Szabó szöglete. Wieringer lőtt el, Lőve védett. Bravúrral. Áll az óra, hiszen Lőve Gyula szorul némi ápolásra. Mehet tovább a játék. Wieringer bedobása. Polákovics fejeli ki, majd vonnák vissza. Csuti volt, elnézést. Polákovics. Lepcsényi. Polákovicsról vágódik ki. Csuti. Lepcsényi. Azt várja a társaitól, hogy mozogjanak. Polákovics. Bencsik. Stojanovic. Bencsik Tibor kérte vissza a labdát, nem kapta. Nagy Béla. Rizinger árít. Stojanovic. Nagy. Jó, a csel Csutit csapta be, aztán a kapu mellélő. Lepcsényi. Kirúgja a labdát. Polákovics, Stojanovics. Csuti szerelte. Szabó. 3-3 ellen Csuti. Bencsik István vele szemben, bedobás után Lendvai. Polákovics támadja. Sikerrel. Stojanovics fordulhat. Lendvai ér vissza, aztán Wieringer is támadja Stojanovicsot. Bencsik. Aztán visszapróbálta passzolni Bencsik Tibornak. Pontatlan volt. Lendvai. Szabó lecsúszott a lábáról. Nagy. Bencsik Tibor, Stojanovics középen. Bencsik egyedül próbált elmenni a jobb szélen, Lepcsényi megakadályozta ebben. Bencsik István. Szabóról vágódik le Wieringer. Egészen hátra Gallon kapusáig, Rizingerig. Lendvai sarokkal tette tovább. Wieringer. Szabó. Lepcsényi. A Gallon megpróbálja kijebb húzni a zöld kere együttesét. Vonnák. Nem volt jó az ívelés. Polákovics. 1 perc van még hátra az első fél időből. Hazadás történt. Közvetett szabadrúgás lesz a dologból. Ki kell mérnie a 3 métert, és most végezheti el a zöld kere a szabadrúgást.
nagy, Stojanovic levágódik. Bencsik ismételhet az Lepcsényi lépett közbe. Lőve. Nagy. Vonnák. Akadályozott. Bedobás. Jár a zöld kernek. Bencsik. Aztán Bencsik István. Harmadszor sem jut el a kapuig a labda. Stojanovic. Lendvai és Vonnák támadja. És most járt le az első félidő 25 perce. Tehát a Gallon Kft. 18. percben szerzett góllal 1-0-ra vezet a zöldkert 96 Kft. Ellen. Útjára indult a labda a második félidőben is. Tehát megkezdődik az idei év első osztályú bajnokság utolsó 25 perce. Nagy. Bencsiktől kapta vissza. Szabó. Véninger majd Vonnák a labdával. Véninger. Jól ment el Nagy mellett, aztán Bencsik Tibor mellett már nem tudott tovább haladni. Véninger. Jó a csel, aztán kapura lő, Vinicai védett, az ismétlés pedig Szabó a kapu mellé lőtte. Polákovics nagy, majd Bencsik István, a labda útja, Stojanovic szerzi meg, tartja meg Bencsik, Polákovics. Stojanovic perdíti fel. Vonnák csúsztatta ki fejjel. A zöld keri a bedobás. Nagy. Polákovics. Elvesztette a labdát. Ami kigurult az oldalvonalon túlra. Rizinger. Egyenlőre tanácstalan. Aztán átdobta a pályán, másik kapusig, Vinicai Ádámig. Stojanovic ment el szépen, aztán Vonnákot forgatta meg, Polákovic, Rizinger üggyel bajjal, de megkaparintja a labdát. Lepcsényi. Véninger állva várta a labdát, szerelte is Stojanovic, aztán Polákovistól szerezte vissza. Csuti, Bencsik Tiborról pattant ki a labda. Csuti bedobása a 28. percben. Lepcsényi, jó a csel. Középre passzol és a kapu előtt elsuhan a labda. Nem érkezett befutó játékos. Véninger bedobása. Csuti. Lepcsényi egyből. Nem volt rossz. Nem sokkal került el a kaput. Bencsik kirúgása. Lepcsényi fejelte vissza. Majd szelidíti meg. Véninger húzta a mezét. A labda pedig Lepcsényiről vágódik ki. Nagy bedobása. Csuti fejelte ki a labdát. Polákovics. Nagy egyből a kapu fölé, mint egy másfél méterrel. Lepcsényi. Lepcsényi.
Lepcsényi még. Csuti felé. Nem tudta bent tartani a játéktéren a bőrgolyót. Kolákovics. Bencsik. Csuti vele szemben. Nagy kapja. Vonnákot forgatja meg, aztán tova fut. Csuti. Szabó. Csuti kapja vissza. Szabó. Ott a lehetőség. Csuti. Kolákovics ért vissza, és mentett szögletre. Gyorsan elvégzett szöglet, vonnák, Véninger pedig mellel próbálkozott kapura tenni a labdát. Nagy Lepcsényi szerelt be csúszva, fordulat a gallon, 3-3 ellen. Véninger lövi el, Vinicai hárít, és a kapufa mellett nem sokkal hagyta el a labda a játékteret. Szöglet tehát a 31. percben 1-0-ás gallon vezetésnél. Véninger bedobása. Lepcsényi üresen. Nem találta el jól a labdát. Rizinger. Lepcsényi. Véninger. Stojanovics támadta. Véninger. Egy lőtt passzal próbálkozott, ám elakadt, nem jutott el Csanádéig. Tinicai kapus gurítja ki a labdát, Nagy. Lepcsényi vele szemben, aztán Lepcsényi eltalálja Nagy Béla bokáját, mehet tovább a játék. Bencsik István Lepcsényben akad el ismét, aztán ő szabadít fel. Elnézést kell kérnem a kisebb technikai szünetért, kis műszaki hiba miatt szünetelt a felvétel mintegy 1 perc 20 másodpercig, de nem maradtunk le semmiről, hiszen az állás továbbra is 1-0 Gallon Kft. Javára. Vonnák lövi el, nem sokkal került el a kaput. Vinicai úszott a levegőben. Kolákovics. Bencsik. harmincnegyedik perc tehát. 1-0 a gallon javára, és Véninger fejelt a kaputól mintegy 3 méterre. És kb. Ugyanennyivel fejelt a ketrec mellé. Lepcsényi fejelte ki a labdát. Kolákovics. Nagy. Szabó tisztázott. Bencsik. Nagy. Fölé. Szabó. Stojanovics fölé. Lepcsényi. Véninger próbált fejjel veszélyeztetni
Viricai kirúgása. Stojanovic csúsztatja meg, ám a bal oldalon nem érkezett játékostárs. 36. perc, 1-0 a Gallon KFC javára. Nagy. Még mindig ő Bencsik. Lepcsényi nagy hátán pattant meg. Vonnák, Szabó, Stojanovic és Szabó támadta aztán. Volákovics és Csanádiról hagyta el a labda a pályát. Bencsik, Stojanovic, Vonnák vele szemben. Csanádi szerelte. Stojanovic. Csanádi. Véningert futtatja a jobb oldalon. Középre passzoltam. Csanádi nem követte az akciót. Teljes gyorsasággal. Bencsik István. Lepcsényi fejelte vissza. Véninger. Lepcsényi. Szabó. Csanádi lábáról felperdült a labda. Gondolom nem így szerette volna, aztán Bencsik István volt szabálytalan. Véninger buktatta. Nem kapkodják el a zebramezesek a szabadrúgás elvégzését. Érthető, úgy érzem. Véninger végezhet el szabadrúgást a 39. percben. Polákovicsról vágódik le. Véninger bedobása. Lepcsényi. Stojanovic érkezik. Véninger próbált ismét veszélyeztetni a levegőben. Szabálytalan volt a megmozdulása, hiszen vinicai kapust támadta. Rizinger kirúgása, dobása Véninger. Nagy. Ellövi, Rizinger védett. Óriásig. Nagy Béla a jó felső sarkot vette célba. Bencsik. Ez is nagy lehetőség volt. A 40. perc. 1-0-ás ballonvezetés. Vonnák végzi el a kirúgást. Kisebb pepecselés után. Bencsik. Polákovics. Bencsik! Óriási helyzet ismét. Nem, Bencsik Tibor a kapu mellé helyezett. Lepcsény. Nagy. Stojanovic. Mellé. Tíz perc van még hátra a találkozóból. Vonnák ívelt előre. Célt tévesztett a labdája. Szabó. Csanádi. Bencsik Istvánról fordul le egy pillanatra, aztán Nagy Béla szerzi vissza a labdát. Stojanovic.
távolról lövi el, ez is elkerüli a gallon kapuját. Wieninger, Csanádi, Bencsik Tiborról vágódott szögletre a labda. Szabó végezheti el a sarokrúgást. 42. perc. Szabó. Wieninger egyből. Kapu fölé és mellé is egyaránt. Polákovics. Lepcsinyi szeret. Stojanovics. Nem találja el a labdát. Nagy. Vonnák. Szabadított fel. Galon Kft. Javára jár a bedobás. Vonnák dobja haza. Rizinger. Az NB1, vagyis a városi bajnokság másodosztályában, vagyis az 1B-ben már lejátszották az összes fordulót a gárdák, és kialakult a feljutó 4 együttes sorrendje. Az ottani bajnokságot a Fapados Söröző 2-es számú csapata nyerte, őket pedig a Széphő Szeder, a Hanyatlás FC és a Cooper SC követi, az első osztályba tehát. Wieninger lövését hárítja Vinicai. Vonnák. Wieninger csuti üresen a jobb oldalon. Nem jut el hozzá a labda. Szabadrúgás kifelé. Stojanovics. Három gallon játékos gyűrűjében volt, aztán eladja a labdát. Fordulhat a zöld kerr, nagy. Ellövi, Rizinger véd. Szabó. Lepcsényi. Szép volt a sarkazás, Wieninger azonban nem tudja lekezelni a labdát. Nagy. Nagy végzi el a szabadrúgást. Stojanovics is a labda mögött, és Polákovics is ott van. Nagy. Legurítja. Wieningerben akad el. Wieninger jól megy el a jobb szélen. És ott a második gallon találat, a kifutó Vinicai mellett gurította a labdát a jobb alsó sarokba. Wieninger Krisztián a 45. percben ez a 2-0-ra alakítja a mérkőzés állását. Ezzel most már egyre biztosabbá válik a Gallon Kft. Első osztályú tagsága, további tagsága. Az első osztályból tehát akkor ezek szerint a negyedik kieső a MÁV gépészet lesz. Az a MÁV gépészet, aki az utóbbi időben rendkívüli teljesítmény produkált, az őszi idényhez képest sokkal jobban szerepelt. Ha már biztos kiesők sora már kialakult a múlt héten, hiszen a más tétes a Favita mellé felzárkózott a Zöldker 96 Kft. Is, ha ezt felzárkózásnak lehet nevezni. Bencsik Tibor szabadrúgása válkodott le a sorfalról. Polákovics. Csuti lépett közbe.
Stojanovic. Ellövi, Csutiról vágódik vissza Lepcsényi, ő pedig kirúgja a labdát, felszabadít. Nagy, Polákovics, Bencsik István. Polákovics nem tudta egészen jól kezelni a labdát, messze pattant tőle. Vonnák. Véningert szerelte Stojanovic, aztán Lepcsényit találta telébe. Nagy. Rizingerről pattan ki, és szépít a zöld kerre Lepcsényi. Lepcsényi Bencsik István révén. Szabadon hagyták Bencsik István, és a kipattanó labdát pedig a 47. percben juttatta Magallón kapujába. 2-1 tehát. Lepcsényi. Bencsik. Nagy. Csutiról próbált lefordulni. Ezt Csuti Zoltán nem hagyta. Bencsik Tibor, Rizingeri a labda. Véninger fordulhat. Egyből lőtt. Bencsik becsúszott. Véninger pedig átesett rajta, aztán kisebb összetűzés Véninger Krisztián és Bencsik Tibor között. Szóváltás kettejük között. Véninger sérelmezte, hogy Bencsik Tibor a megszokottnál lendületesebben érkezett. Talán szabálytalanság is történt, ezt innen nem tudom megítélni. Mindkettőjüknek 2 perces kiállítása büntetése. Bencsik István. Nagy. Csutit csapja be, aztán ellövi. Rizinger hárít lábbal. Bencsik. Stojanovic. 2 perc van még hátra a találkozóból. 2-1-re vezet a Gallon Kft. Polákovics. Szabó szerelte. Polákovics bedobása, Stojanovic. Nagy. Megint Rizingernek kellett hárítani a lábbal. A bedobást elcsípi a Gallon portása, Lepcsényi. Elakad a passz. Nagy, 3-2 ellen. Polákovics próbált középre passzolni. Hát megpattant gurítása. Bencsik. Lepcsényi szerez labdát és indulhat. Csuti érkezik segíteni. Lepcsényi, Vinicai hárít. Lepcsényi eldönthette volna a 2 pont sorsát. Rizinger. Az utolsó percben járunk. Rizinger. 20. Elgurul a lába alatt a labda. Nagy. Nagy forgatja meg Szabót. Aztán most lövi el. Kivágódik, még megszerezheti. 20 szabadít fel. Bencsik István bedobása. Csuti szerezte meg a labdát. És most van vége a találkozónak. A Gallon Kft. 2-1-re nyerte a találkozót. A 18. percben Huszkároly, a 45. Véninger, még a 47. percben Bencsik István volt eredményes. Az első osztályból tehát kiesett a MÁV gépészet, a zöldker, a fevita és a más tészta. Tehát még egyszer a végeredmény: Gallon Kft., zöldker 96 Kft., 2-1.
Lássuk, mi történt még a 24. forduló és a hét másik két mérkőzésén. A MÁV gépészet a bentmaradás szempontjából rendkívül fontos mérkőzésen találkozott a Fedél Kft-vel. A mérkőzést a Fedél kezdte aktívabban, két gólos vezetésre tett szert, ám ezt az előnyt a MÁV gépészet az első 25 perc letelte előtt ledolgozta, így 2-2-vel fordultak a csapatok. A második félidő első percei csapkodó játékot hoztak, majd miután lehiggadtak a játékosok, sok helyzetet alakítottak ki mindkét kapu előtt. A Fedél Kft. Nyugodt játéka végül eredményre vezetett, újból előnyhöz jutottak a sárgamezesek. A találkozó utolsó perceiben egykapuzott a MÁV, ám egyenlíteniük nem sikerült, így a meccset 3-2-re nyerte a Fedél Kft. Voltak jobb meccseink, voltak nagyon rossz meccsek. Végre kicsit összekaptuk magunkat talán. Az utolsó mérkőzés elég keménynek bizonyult. Hát igen, mert az ellenfélnek a bemaradás múlott a győzelme, hogyha X-elnek akkor is bemaradtak volna. Hát mi meg becsületből is küzdöttünk azért. Nem adtátok meg nekik az esélyt. Hát nem, ők is küzdöttek, hát így volt férfias játék. Sajnos ma sok helyzetet kihagytunk, és külső körülmények is gátoltak minket abban, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, és egy jó ellenféllel találkozunk, gratulálok nekik. Most lehet izulni. Hát igen, a zöldkere múlik, ha a zöldkere megveri a gallont, akkor első osztályban maradtunk, ha nem, akkor sajnos búcsúzunk. Ezt nem a tavasszal rontottuk el az ősszel, most izgulunk, hát várjuk, mi lesz a mérkőzés. Az egyel kevesebb mezőnyjátékossal felálló Fapados Höröző nem sokáig tudott ellenállni a Süni és barátai rohamainak. A Süni játékosai 3-0-ás vezetésük tudatában kiengedtek, a Fapados egyre veszélyesebb játékot produkált, majd szépített és felzárkózott. A Fapados Höröző kapusa úgy gondolta, hogy ő bizony gólt szerez, egy esést követően azonban épp az ellenkezője történt, a Süni növelte előnyét. Ezt a fort tartani is tudta a félidő végéig, így 4-2-es állásnál pihenhettek az együttesek. A második játékrészt a Fapados kezdte jobban és ismét egy gólra megközelítette ellenfelét. A fehérmezesek küzdeni tudásuknak és okos játékuknak köszönhetően kiegyenlítettek. Nem örülhetett sokáig a Fapados együttese, hiszen a Süni hamarjában kétszer vette be kapujukat. Ekkor már feladta a Fapados, a pirosmezes csapat pedig tovább növelte előnyét és 9-5-re nyerte a találkozót. Azt hiszem, hogy ez már az idény végét jelzi, hogy most is nagyon kevesen. Mi a végére elfogytunk sajnos. Már, mint tudta mindenki, hogy a bajnokság elúszott, nem lehetünk ott, sőt dobogon se. És nem tudom, hogy miért, de egyszerűen nem jövünk el. Hát nem tudom, jövőre mi lesz. Hát most egy levezetésnek jó volt ez, másra nem. Egyébként az év milyen volt? Hát változó. Az igazság, hogy talán egymás után kétszer nem tudtunk kiállni ugyanazzal a csapattal, tehát mindig változott. Valaki tudott jönni, valaki nem. Új embert kellett igazolni, villámigazolással, ilyesmi. Sajnos azért nem tudtunk összeállni rendesen. Tavalyi év az nagyon jó volt, mostani nem volt igazán jó. Majd talán jövőre attól függ, tudunk-e igazolni, úgyhogy kik jönnek, hogyan jönnek, még nem tudom. Közepes teljesítmény nyújtottunk szerintem, mert sok olyan meccset elszúrtunk, amit meg kellett volna nyernünk. Volt egy-két bravúrunk is, hát olyan közepesre értékelem. Ez a mai mérkőzés igen könnyűnek bizonyult, hiszen nem állt ki az ellenfél teljes csapattal. Hát mi is sajnáljuk, mert jó meccsre számítottunk, így meg komolytalanná vált a dolog. Hát majdnem magunknak tettük nehézé, mert följöttek 5-5-re, de hát végül is nyertünk, hál' Isten. Elképzelések jövőre? Hát egy kicsit erősítünk, úgy terveztük, meg egy jó szponzort keresünk, ha valakit érdekel esetleg, de jó csapatot szponzorált jövőre. A 24. fordulóban a következő eredmények születtek, Fedél Kft. MÁV gépészet 3-2, Fapados Söröző Süni és barátai 5-9, Gallon Kft. Zöldker 96 Kft. 2-1. A bajnokság lezárult, a bajnoki címet a C plusz V szerezte meg 43 ponttal, második helyen végzett a Turul Line 39 ponttal, míg a bronzérmet a Bombomból szerezte meg szintén 39 ponttal, nem rosszabb volt a gólkülönbsége, mint a Turul Line-nak. A Fapados lett a negyedik 36 ponttal, ötödik a Klubfeca 34 ponttal, hatodik a Fedél Kft. 28 ponttal, hetedik a Süni és barátai 24 ponttal, nyolcadik a Bádogos 21-gyel, kilencedik a Gallon Kft. Szintén 21 ponttal, rosszabb gólkülönbséggel, tizedik a Blue Hétfő 20 ponttal, és a kiesők 11. a MÁV gépészet 19 ponttal, 12. a Zöldker 96 Kft. 15 ponttal, 13. a Fevita 14 ponttal, és 14. helyen végzett a Más Tészta 11 ponttal.
A második vonalból, vagyis az 1B-ből tehát a Fapados Öröző 2-es számú együttese, a Széphő Szeder, a Hanyatlás FC és a Cooper SC jutott fel az élvonalba. Kedves nézőink, a Kispálya című műsorsorozatunk véget ért. Munkatársaim nevében is megköszönöm eddigi megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.